Kerek évfordulóra készül a Forrás Néptánc Együttes, idén lesz a 30. Summerfest 100 halombatán. Aki követte az elmúlt több mint negyed századot, minden évben csak nem 20 ország száz táncosával találkozhatott a hagyományőrző eseményen. A Forrás Néptánc Együttes nem csak a szervezésben, de a tehetséges fiatalok nevelésében is jeleskedik. Nemrég elhozták az első helyet a törökországi Bűjük Csek -e Nemzetközi Néptánc amely méreteit tekintve a legnagyobb verseny a világon. Stúdiónk vendége Szigetvári József, a Summerfest Fesztivál igazgatója. Jó reggelt! Ezzel folytatjuk a ma reggelt. Jó reggelt! Jó reggelt! Kívánok. Köszöntöm Jó én is itt a stúdióban. És akkor kezdjük egy kis visszatekintéssel. Hogyan is indult útjára ez a történet, a Summerfest? Milyen gondolatok mentén szerveződött meg annó az első? Hát a felvezetőben megnevezett forrás néptánc együtteshez kötődik, hiszen az együttes 1984-ben alakult, és a megalakulást követő években már elkezdtünk külföldi fesztiválokra járni hazaérkezésünk után mindig megkérdezték, hogy na milyen egy ilyen fesztivál, amit nagyon nehezen lehet elmesélni. Így hát 1994-ben inkább arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha otthon rendeznénk egy fesztivált, sokkal könnyebb lenne elmondani, hogy mit érnek át a táncosok egy nemzetközi fesztivál alkalmával, mint mesélni és képeket mutogatni. Így aztán, amikor az első fesztivál ötlete megszületett, ugye Szászvalombatta egy iparváros, jellemzően iparváros, a 90-es évek elején vagyunk, akkor még főleg ö, iparvárosi arculattal rendelkezett a település, és amikor azt kezdtem el a feszegetni, hogy augusztus közepén lehetne egy nemzetközi néptáncfesztivált vagy kulturális eseményt szervezni, akkor szerintem a legtöbben azt gondolták, hogy elmentek otthonról, mert ez egy iparvárosban ez szinte elképzelhetetlen volt. De az első, aztán követte a második, most a 30-nál tartunk, és kiderült, hogy, a, hogy bár a a népművészeti, a szellemi kulturális örökséghez köthető események helyszíne többnyire a történelmi város, vagy valami ilyen terület, de egy lakótelepi városban épp úgy be tud ágyazódni, mint, mint egy vidéki helyszínen. Ez a néptánc együttes az iparvárosban, ezt én is végignéztem, én Városi vagyok, ugye ott a Vasas é, néptánc igen, együttes igen. hasonló utat jár, de szerintem és hát ők is nagyon-nagyon sikeresek, és nagyon szép közösséget építettek ott a, a városon belül, ott Közálvan nálunk a néptánc Táncosok, ők egy ilyen nagyon kis, szép közösség, és mindenki, aki ott valaha megfordult, az mindenki csak pozitívan nyilatkozik. És uh, ugye a Forrás Néptánc Együttesnek is ez a megtartó erőnek a, a megmutatása, talán ez is egy cél, és talán a fesztiválról is ez elmondható, hogy a néptánc, mint megtartó erő, ez hogyan működik a mindennapokban? Vagy miért tud ez ennyire működni a mindennapokban? Hát is 30 évre visszatekintve, hogy, hogy Magyarországon azt mondjuk, hogy fesztivál, akkor mindenkinek a szórakoztató ipar jut eszébe. Könnyű szórakoztatás, és akkor csak erről szól. A mi fesztiválunk így utólag, és mai napig és a napokban, ahogy ízlegetjük a 30 éves jubileum ízét, és visszatekintünk, és régi filmeket nézünk, rájöttünk, hogy ez egy sokkal nagyobb, vagy sokkal másabb történet, ez egy felelősség. Gondoljunk bele, hogy 1994 óta 112 ország több mint 50 ezer táncosa volt ebben a kis zsebkendőnyi kisvárosban, a világ minden részéről, öt kontinensről, beleértve a legtávolabb és legeldugottabb óceániai kis szigetektől kezdve adtunk találkozási lehetőséget a, a, a különböző országok fiataljainak úgy, hogy közben túljutottunk a délszláv válságon, háborús eseményeken, politikai problémákon, eljutottunk az orosz-ukrán válságig, épp most leeltároztuk, hogy korábban évente 5-6 olyan ország, vett részt a fesztiválon, amelyik orosz zászló alatt, de Csecsenföld, Dagestán, tehát valamelyik taktőrstől, Kalmükia, Udmurtia, tehát a legeldugottabb kis tag köztársaságok is itt voltak, és ez most szinte darabokra tört. Tehát ennek a fesztiválnak tulajdonképpen a küldetése amikor azt mondjuk, hogy Béke meg barátság és sokszor olyan közhelyesnek tűnik. De hogyha arra gondolunk, hogy 112 ország több mint 50 ezer fiatalja, áthidalva azokat a politikai, magasabb szinten lévő politikai problémákat, hogy palesztin és izraeli fiatalok fogtak egymást kezet a fesztivál eldős közepén, akkor ez egy másabb aspektus. Tehát most már úgy gondolom, hogy. Nagyon nagy felelősséggel és küldetéssel rendelkezik a fesztivál, mert megpróbál szembe menni a széthulló világ, a kulturális válsága, a morális válság ellenére. Még mindig azt mondjuk, hogy hidat építeni emberek között béke és barátság, és nem a közhely szintjén, hanem valóban, hiszen egy százszorombattai család, hogy csak külföldi vendéget fogad be az otthonába, én azt gondolom, hogy az ember a rokonait szokta két hétre. Meg tíz napra befogadni. Százszorombattal az egyszerű családok teszik meg ugyanezt, és van olyan család, aki 25-30 éve minden évben megszakítást nélkül fogadott külföldi vendéget. Más ez a küldetés. Ez a fesztivál nem csak szórakoztat, hanem elsősorban tanít generációk óta, hiszen az első generációk, aki a járt, az már 50 évnél is idősebb, és van, aki még mindig visszajár meglátogatni a családját. Igen, és hát a hídépítéshez mi lehetne jobb, mint a kultúra, aminek ugye a néptánc és a népzene rendkívül fontos részét képezi. Idén kiket látnak vendégül, kik érkeznek, kik hozzák el a saját hagyományaikat, szeszombatára? 2019-ig jellemző volt valóban, hogy minden évben 20 Ország érkezett a fesztiválra. 2020-ban az a folyamat megszakadt a COVID miatt, ez 21-22-ben is tartott, hiszen a COVID különböző fázisokban csöpölt végig a világon, tehát mi már lehet, hogy kint voltunk, de még a másik földész alaposan benne volt. Idén egyrészt a gazdasági válság is egy kicsikét, hogy úgy mondjam, betartott nekünk, de végül is ebben az évben én nem azt mondom, hogy csak, hanem azt mondom, hogy hála Istennek már, Hat ország jelen lesz a fesztiválon. Ő nem úgy tekintünk rá, hogy ú, nem húsz, hanem csak hat, hanem úgy tekintünk rá, hogy hála Istennek hat ország már megérkezik. Ú, Indiától kezdve Makedónián át, Horvátország, Brazília képviselői is jelen lesznek a fesztiválon. Boldogok vagyunk, hogy a vendéglátó családok újból elindultak a, a régi kerékvágásban, és elindultunk egy kicsikét pozitív értelemben visszafele a 2019-ig, amikor a 28. fát ültettük el, hiszen minden évben elültettünk egy fát a fesztivál résztvevővére közösen, gondoljunk bele, az első fa, épp tegnap néztük meg, az 30 éves, egy hatalmas nagy nyárfa lett belőle, és a kulturális központunk mögött lévő parkban 29 fasorakozik egymás után, hiszen a covidos években is minden évben akkor is elültettük a fát, hogyha nem voltak külföldér, csak nemzeti szintű fesztivált tartottunk. Úgyhogy a szomszédos országok, India, Szenegálból érkeznek tántosok, igaz, nem nagy létszámba, de itt lesz velünk Szenegál is, úgyhogy ezeknek a, az országoknak a részvételével újból visszaléptünk a 2019-es nemzetközi hadszíntérre, és őszintén reméljük, hogy jövőre ez majd tovább folytatódik. Mivel ünneplik a különleges jubileumot, tehát lesz -e valami olyan különleges eleme a fesztiválnak? Hát a, a különleges eleme az, hogy lesznek külföldiek. <laughs> tehát na nagyon furcsa, hosszasan tudnánk erről beszélgetni, hogy a, hogy a 30 év összegzése során milyen következtetésekre jutunk és miket tudunk megállapítani. Azt gondolom, hogy a 30 év kapcsán lehetne az, hogy még többen vannak, vagy hogy még nagyobb a játék, vagy, vagy, valamit még, még fölturbózni. Én azt gondolom, hogy most a 30. jubileumnál az a legfontosabb, hogy újból vannak külföldiek. Azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk szervezőknek, akik ezt 30 éven keresztül folyamatosan szerveztük, az elmúlt három év, az igen-igen igen kínos volt és keserves, mert volt egy másik fesztivál, de, de azt, hogy augusztus 12-én, hiszen a fesztivál az 30 éve augusztus 12-21, hogy 12-én nem gördültek be az autóbuszok szászolombattára és 20 egyedikén nem ültettük el közösen a fát, ezt azt kell, hogy mondjam, mindenfajta érzelgőség nélkül, hogy nekünk szervezőknek 112 ország 50 ezer vendégét megismerve, ez egy nagyon nagy lelkitörés volt. Most a legfontosabb az, hogy visszatérünk, keressük azokat a pontokat, ahol lehet ünnepelni, az önkénteseinkkel, például ma délután lesz majd egy nagy ö, ö, emléktalálkozó, főznek, és a régi szervezőkkel is találkozunk majd. Nagyon szépen köszönjük Szigetvári Józsefnek, hogy itt volt velünk. Köszönöm.